Sziasztok srácok! Itt Clash of Jomats, köszöntök mindenkit egy újabb videóban. És itt lennék a kis karakteremen, ami a másik karindázik, ez abban nem számít, és nem fogok ebben a videóban egy csatát se játszani. Ugyanis Clash with Cam csatornáján láttam egy olyan videót, ahol reagált Arena 1-es támadásokra, replayekre, ilyenekre. És úgy gondoltam, hogy ez szórakoztató lehet, úgyhogy én is ezt most meg fogom próbálni. És ki fogom próbálni, hogy ez mennyire szórakoztató vagy tényleg. Itt meg fogunk nézni Arena 1-es TV Royale replayeket, ahol ugye gyengébb kezdőjátékosok játszanak igazából, és meg fogjuk nézni, hogy itt miket rontanak el, esetleg mit csinálnak rosszul, esetleg nevetünk egy pár jót, megmondom, hogy mi volt a rossz, mit kellett volna másképp csinálni, meg ilyenek. És ja, igazából ezt össze fogom vágni, amennyire ez lehetséges, mert kivágom belőle az ilyen felesleges dolgokat, ugyanis valószínűleg lesznek benne felesleges pillanatok, amikor nem történik semmi, úgyis itt nem én kontrollálom a meccseket, csak kommentátor leszek, de hát ugye a V4 után ezzel már szerintem nincsenek problémák, úgyhogy nem is akarom tovább húzni a szót, nézzük csak meg az első replayt, Jesus versus Gaiat Vicky. Ezt a replayt 3600-an nézték meg. Aztán már megnézeketem, hogy melyiket néztem, mert nagyon sokan. 31 000! Ó, figyeljétek már a deckét, ez tudni nem egyes szintű. 8-as, egy 7-es szintű ellen, aki 111 kupánál van. Jó, akkor ez nem számít. 8362, jó. Akkor ezt meg fogjuk nézni. Szóval a felső, a piros sarokban látható Joshua Penal, még a kék sorokban Ice Super Blue, és Ice Super Blue nem nagyon várta ki a dolgokat, egyből lerakott egy Baby Dragont, és ugye ellenfele egyből reagált is egy Baby Dragonnal igazából, amit jól is tett, mert ó, és közben Super Blue lerakott egy Balut, és Balut belehitelt a toronyba, és a Bobba robbanás a halálos lesz. Érkezik egy mini pack-kal, Penaltól viszont ott van, ott készülődik az a Skeleton Army, amivel sikeresen visszavédi ezt a támadást, viszont Joshua-nak a Baby Dragonja egész sokat damage-elt, azt kell, hogy mondjam, és hát ez nem volt rossz semmiféleképpen. Az a baj, hogy ha felhangosítom... Na jó. A játék hangja engem most annyira nem érdekel, de azért nektek legyen egy kis hangja. Szóval BOOM! Távol játszik Super Blue, és nem is került a Witch-et kivédenie, és Joshua fenntartja a pusht, és nem hagyja élni hagyni Super Blue-t, és sikerül is lerombolni egy tornyot. Ugye Super Blue mondhatná azt, hogy egy Giant Balloon deckkel játszik, egyközben népekkel nem rakja semmit, akkor bizony ott baj lesz. És kicsit szerintem alábecsülte azt a minipekkát, és szerintem ez jelenti a karrierének ebben a meccsben a végét. Talán még egyet dob a Bomber, nem dob, nem? Talán le fog járózozni, ne. Vajaj, a nagyon agresszív Super Blue, viszont Joshua pedig egy Giant-et rak 145 élet, vajon ki fog nyerni 800 élet, 590, és a Prince beszedi, úristen, Super Blue nyert! Boom, headshot! Azért nem headshot, de nagyon közel volt. Szép comeback Super Blue mindenféleképpen. Ez jó replay volt, és megértem, viszonylag közel volt, ezért került be ugye a TV Royale-ba. Nos, hát akkor következő képén nézzük Mateót és Kaio meccsét. Nézzük csak, hogy miket alakítanak egymás melle ellen igazából. Giant Skeleton. Látható Mateónál, jaj, Fireball a kezében. Mit akar az? Ez az, amit nem szabad Fireballezni úgy a tornyot, hogy nincs ott semmi. Mateó azt hiszem nagyon-nagyon elsiet a dolgokat. Mindenféleképpen. Ez nagyon érdekes. Mit csinál? Viszont úristen, ez a Giant Skeleton bomba mindenkit szét fog szedni. BOOM! BOOM! Ez szép volt. Nem tudom, miért raktad azt a... Aha. Eros, legalább tanulj meg célozni, és minek rakod le azt az árcsereket, Kaio? What? Mateó, te mi az Isten csinálsz? Mateó, ez kitanította neked, nem szabad, nem szabad. Érkezik Spear Goblinok ellen action, szóval jön a bomba és BOOM! Nem jön, előbb meghalnak. Skeletonok. Érkezik a... Kaio, ezt szerintem elrontottad, mivel fogsz védekezni
az ellen, a Skeleton Army ellen, mindesetre a Princet le fogja szedni a tornyot, és sikerült egész jól megvédeni azt a tornyot. Kajó, bocsánat, elszóltam magam, és a Prince, mi ez a fire? Mateo, szerintem itt lenne mit veled elbeszélgetni stratégia szempontjából, szerintem azt sem tudod, hogy mit csinálsz. Konkrétan mi volt az a fireból? Semmit nem találtál? Ez az. Most feladod? Mateo, really feladod? Tudtad, hogy sosem szabad feladni és mindig harcolni kell? Nem rakja semmit, de Giant Skeletont viszont adnak a tornyának annyi. Mi az Isten gondol ezekkel a fireballokkal? És az elcsérek le fogják szedni. Figyeld meg. 600, 500. Ha ezt most Mateo nyeri meg. Akkor nem tudom mi lesz, de én nagyon csodálkozni fogok. Fél perc. Uha, Mateo nagyon komolyba tolja. Ajajajaj. Ott az Eros, használd meg, Kajó! Mi az a fireball? Egy torony meg lesz, de az nem elég. Három koronára van szükség. Úristen, Kajó, nehogy elronts! Kajó! 200 élet! 200 élet szerintem az fire... Kajó, ne! Ne, Kajó! Kajó, én bíztam benned! Ne csináld ezt! Jó. Letelt az idő, ezáltal Kajó nyert. Én esküszöm, elhittem, hogy képes lenne innen veszíteni. Pedig azért ahhoz nagy tehetségkel. Nagyon piros az orrom. Na most nézzük egy random repeat, nézzük meg a legelsőt, ha már itt van ez legfelül. Egy magyar, de gyilkos klámból is. Na jó. 77. A gyilkos klámból. TV Royale. Plusz egy belekerült egy zsopac videójába is. Na mutasd meg, hogy kell. Mutasd meg, gyerünk! Ó, jaj, volt egy widget, 77. 77. Valószínűleg fogalmas, hogy a játékról egyes szintű most tölthette le nemrég. Bazu, gyerünk! Mert nem bazunk, szurkolok. 77, gyerünk! 77! Bízom benned! Ajaj, ott probléma lesz, nem rakja semmit. Gyerünk, ragd le a muskétást, és miért oda? Nem, mindegy, mondjuk, nem szóval. Gyerünk, Spear Goblinokat rakd. Szerintem nem nagyon tudja, hogy mit csinál, de majd meglátjuk. Egyes muskétás vagy az egyes muskétás action? Boom! Pont kinyírták egymást. Érkezik a Walker, amit Speed Goblinokat megölte, és le fogja rakni a goblinokat a bazú, azt is megölte a Walker, boom! Volt egy goblin, érkezik a Knight, nagyon durva, 77, comeback is real, érkezik a Knight, ha odaér a toronyhoz, az fájni fog, de nem, mert lerakja az elemje! Bazó a Knight-ot, érkezik a Bomber, de nem lesz elég, mert meg fog halni, leszedi a torony meg a Knight. És boom! Visszahozta. The comeback is real, érkezik a muskétás, szétlövi a Walker-t, Spear Goblin-kat rakja 77, vagy meg fog halni a muskétásod, és meghalt. Jaj, de a Walker is meghalt, és a... Spear Goblin-ok miért kezdtek el elfutni, nem értem. Gyerünk, widget, 70. Na itt kezdődnek a gondok, amikor egy Prince Spear Goblin kombó jön a tornyod felé, és jaj, meglett egy torony, nem baj, 77, még van egy percet visszahozni, én érzem az energiát benned, a bombert a legjobb helyre raktad, el nem, 400, 300, 600, 300, I'm sorry, gyerünk, 77, én bízok benned, hogy meg tudod védeni a magyarok becsületét, TV Royale-ban, gyerünk! Mi volt ez a Prediction Fireball? Mondjuk a tornyot nem találtam. Knight! Hát, hogy minek van az a Goblin, hát meg a Giant a decketben nem is használod. Viszont érkezik egy csomó skeleton, egyszerűen nem tud mit kezdeni vele, bazu! Gyerünk! Spawnolj skeletonokat, switch! Ez az, baby, ez az. Úristen, bazu egyszerűen annyi katona jön ellen, hogy nem tud mit kezdeni vele. Szép kis pust épít fel, 77. És nézzük csak, hogyan fogja tudni kivédeni, bazu. Ha ezt most itt lefireballozta volna, akkor biztos, hogy mindent kivédett volna, de érkezik a Walker, Bomber, Knight, muskétás, így kombináció. Így szerintem meg lesz még egy torony bazu ellen.
Gyerünk, 77 meg is van, és ha most innen lehármazza, az nagyon-nagyon szép eredmény. Lerakja Volkert, de egyszerűen annyi katonája van lent, hogy nem tud vele mit kezdeni. Spear Goblinok, és szerintem ha lerak egy Fireboltot, akkor megnyerte, de 77 behúzza! Behúzza! 150 élete marad a toronynak, szerintem az nem is lett volna elég a Fireball-al. 77, gyönyörű, megvédte a magyarok becsületét, és egyenben nézte meg, az is én voltam. 77, gyerünk. GG, már 360 kupánál vagy, gratulálok, és 155 sebez ez a Fireball. Nem, úgyhogy nem is lett volna elég. Mindenféleképpen 77 nyert. És kilépünk, visszalépünk, és megnézzük, hogy nem frissítette. Azt nem jelenti a frissítő, hogy mennyien nézték meg. Gyönyörű volt 77. Egyszerűen ennél szebb, úristen, gyönyörű volt. Esküszöm! Mondjuk az a random fireballok az előtte lévő meccsben az elég érdekes volt, de én pozitívat csalódtam. Hármas Walker, úgyis négyes szintű játékosok játszanak egymás ellen, hogy a Giant, Vigil meg, Jesus, most Giantnek, Giantnek fogom hívni, meg Jesus, és hát Walker, Prince Combo-val leszette Jesusnek az első tornyát. Csuklottam egyet, viszont érkezik a másik toron leszerés, és az a Prince-el nem kell semmit, akkor bizony Jesusnek ennyi. Kész, vége, lerakta a Knight-ot, viszont tovább lövi a tornyot, úristen, 300 élet, 57 élet, az már csak egy perc, nem rakja a Giant semmit, ott a Giant, a Spear Goblinok, a minden, és minipack a tornyon, és Jesus nyert. Nyert, Jesus, srácok, gyönyörű volt, gratulálok neki. Hát azért, ha nem Jézus nyert volna, az elég gáz lett volna szerintem. Na nézzük még olyat, amit sokan néztek meg. Ne? Na, ez elég sok, 8300-an. Senior versus Krakzajek 33. Amúgy csak Krnéjeik 33. Minipekka! Én most skeletonokat raknék, viszont ő minipekkát rak, és kinyírják egymás minipekkáját, és jajjaj, mi volt ez a goblin barátom? Mi volt ez a goblin barátom? Jajjaj, érkezik a Giant, szerintem Szenyort az egy rossz döntés volt, most ott vannak a goblinok, skeletonok, minden le fogják szedni, szétszedik, és a Giant vagy hozzáér a toronyhoz, és pont nem sikerül. Érkezik a goblin, hát ami egy viszonylag jó kártya a Volker, nem szépen lassan lesz ugye a torony segítségével együtt. De Krakzajek nem bízom, véletlenül lerak minionokat is, viszont olyajaj, ott egy muskétás, ezzel mit fog tudni kezdeni? Szerintem semmit, és nagyon-nagyon sok tower damage-ot fog ez jelenteni. Szenyornak 900-re levitte az életét, viszont Krakzajek pedig 839-en jelenleg, és fireballozza a Szenyor. De viszont így is 380-380-en élete maradt Szenyor Tonynak, és lerakja a defensív minipackát, és a goblinok majdnem kinyírják, de majdnem. De pont sikerült túlélnie, és ajaj, mire készülsz azzal a Lightning-gal? Úristen, ezt nagyon elrontotta, azt hitte, hogy meg lesz, de pont nem. Érkezik a Prince, vagy ez a mit fog csinálni? Úristen, el se hiszem. Na jó, azért nem kell ennyire túlzásokba esni. Mégiscsak egy Arena 1-es replayekről beszélünk, de nagyon bele tudom élni magamat, srácok, szerintem ezt tíz észrevettétek. Na de, érkezik az, hogy Volker is jobb oldalt, és miért rakod le a Goblin hátot, barátom? Mi lesz azzal a Volkerrel? Mi lesz azzal a tornyoddal? Haver! Miért? És érkezik a Giant, ez egy rossz döntét volt Szenyortól, érkezik a Baby Dragon, defensive Baby Dragon, mondjuk offenzív akart lenni, de visszafordult, ugye? Defensive Goblin bár elfordulvén, és Szenyor azt hiszi, hogy lefszeri Fireball-e, de mivel két egyes szinte játékosra van szó, ezen nagyon gyengék a kártyai, Baby Dragon lövi mindenki, a sok Goblin, a szétszer mindenkit, úristen, 1000 élet, 800, 600, 500, 400, 300, 200, 100, nem, addig nem jutottunk el, úristen, óriási counter push érkezik, 4 élete marad a Szenyor tornyának, viszont ezt a counter push vajon ki tudja elvédeni, Szenyor pushát, de úristen, megvan egy torony, Prince a másik tornyon, minipekka érkezik középre, úristen, 2-1 az állás, mi volt ez a fireball, Szenyor, Szenyor, ne, Prince, megy a Prince, úristen, mindjárt ott van a Lightning-el, és ha megvan a Lightning, Goblin Barrel, dobjad, haver, dobjad, ott a Lightning, a kezedben, komolyan mondom, 4 élet, ne csinálj, ott a Lightning a kezedben, ott a Lightning, mi ez? Srácok, ez a srác, mi az Istenre várt?
Walker, ez konkrétan ennyire volt! Úristen! Krek 4-jeik 33! Best Tactics ever! Eljtetted az ellenfelet egy inaktíva és egyszer BOOM! Azért én ezt nem kockáztattam volna meg, hogy őszinte legyek. Na jó, megnézem ezt a replayt, biztos érdekes, 31-re megnézték, rossz nem lehet. Mi Vaktongnál egy spelles deck van igazából, szinte csak spell, meg Skeleton Eye Spirit, meg Mirror, meg ilyenek. És Kuzurinek meg egy, nem tudom, milyen decke van, majd kiderül. Vaktong nagyon nem akar kezdeni. Aha. Skeletonokat rak, jó. Aha, a raid spell? Minek van raid spell, ha alig van katonád? Barátom. Mit csinál? Csináljátok már valamit, srácok? King Table Rocket. Kuzuri, na, mit lépsz erre? Ó, Vaktong, Mirror Rocketozik, és Kuzuri még mindig nem csinált semmit! És mit? Perédzseli a tornyát. Szerinted ez jó védekezés, haver? Ott a klón is! Mi az Istennek van nála klón? Mit akar te? Kuzuri meg mi az Isten? Miért klónoz valaki egy Ice Spirit-et? Szóval valaki mondja el nekem, még Mirror-oz is több értelme lett volna! Poison. Kuzuri. Kuzuri. Mi az Istent csinálsz? Miért nem raksz le kártyákat és szedetsz szét? Most ezt begyorsítom, mert ez így nem történik semmi. És Vaktónak miért hagyod ezeket a Mirror Rocketokat? Ne! Jó, azt hiszem lesz a Mirror Rockettel a muskétást. 1700. Miért? Kuzuri! Kuzuri! 7-es szintű vagy, csak értesz valamennyire a játékhoz. Vaktong, te meg egy idióta vagy, hogy azt fireballoztad, mert bocsánat, de ilyen könnyű ellenféle. És még egy rocket is megvan. Nem, még nem. Poison kell még, vagy fireball, vagy... Tudja az Isten, 10 másodperc, gyerünk! Mi csinálsz? Vaktong, Vaktong! De mi az Isten történik? 48 élet. Na! Vaktong, what? Off, mehet már a Rocket! Csináld már! Miért? Mi volt ez a meccs? Vaktong végig spell-szájkülözte a King Tower-t, majd nem szedte le. Kuzuri meg nem tudom... Nem tudom, mi történt. Tényleg nem tudom, mi történt. Nagyon érdekes volt mindenféleképpen. És viszont ennyi lett van a srácok ez a videó, remélem, hogy tetszett. Én elég királyúbb belejeltem magam, és tökre élveztem megcsinálni, remélem nektek is. Minden esetre, ha szeretnétek még ilyet, akkor azt írjátok le mindenféleképpen kommentekben. Mondjuk így gyakorlom a V4 és a kommentálás, mondjuk nem mintha nagyon kéne gyakorolni, mert már 3 részt lement. Nagyon szózás, de nagyon király volt mindenféleképpen. Remélem, hogy tetszett nektek, tényleg kommentekben a véleményeket erről, mert ha tetszik, akkor csinálok belőle a sorozatot, vagy akármi. És ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, és amíg nem vagytok, iratkozzatok fel a csatornámra, kövessetek Twitch-en, Instagramon, Facebookon, mindenhol, ahol csak tudtok. Én ennyi lettem volna mára, találkozunk legközelebb is. Sziasztok!